Sziasztok! A következő videóban megmutatom, hogy hogyan tudjátok a különböző videókat behelyezni az oldalatokba, vagy a blog bejegyzésbe. Amikor belogoltok az oldalra, ugye Post Your Blog, és benn vagytok a dashboardban, ugye a kezelőfelületben, tehát a vezérlőpultban, akkor ugye én mindig ki szoktam menni a honlapra, tehát tekintsük meg a honlapunkat. És ha egyszer meg van nyitva az iroda, tulajdonképpen ez a fekete sáv fölül, ez mindig megjelenik, és utána nem kell visszamenni, külön belogolni még az oldalra, csak az a lényeg, hogy itt, innen tudtok kibejárkálni, oldalt szerkeszteni, stb. Mindjárt mutatom. Na most ugye nyúlra rákattintunk, és mondjuk egy posztot szeretnénk csinálni. Rányomsz a posztra. De azért mutatom a posztot, mert tulajdonképpen, hogyha megvan már a weboldalatok, nem kell nagyon oldalakat gyártani majd, hanem magára a posztra kell mindig ide rákattintani. Oké. És akkor új bejegyzés írása, itt adtok neki egy címet, ugye megszokott módon, és akkor ide mondjuk most nem szerkeztek be csak videót, csak azt akarom most mutatni ebben a videóban, tehát ide média hozzáadása, rákattintok, és akkor Insert from URL, ugye videót szeretnénk berakni. Rákattintok az Insert from URL-re, és akkor bemegyünk a YouTube-ra, és akkor YouTube-nál kiválasztunk egy videót, mondjuk. Kiválasztom ezt a videót, jó, és akkor egy jobbegér gomb videó URL másolását nyomunk, visszamegyünk az oldalra, és ide fogom berakni. Beillesztés. Válni kell, egy picit még betekeri az oldalon a videót. Oké, okay. Akkor ez megvan, akkor Insert into Post is megjelenik a videó. Szépen betöltődik. Ennyi a történet, és utána ne felejtsétek el közzététel. Mert akkor, ha nem nyomódik meg ez a gomb, és nem várjátok meg, míg beforog a kis betétel, akkor ez nem fog ott maradni. Jó? Amikor ez megvan, akkor egyszerűen csak fogom magam, kimegyek a oldalra, illetve tudok így kimenni, hogy előnézet, megnézem, hogy mit csináltam, betöltődik az oldal, és akkor itt van. Bent van ez a videó. Még annyi, hogy ugye, hogy ha nem akarom ezt a csúnyaságot itt látni, ez fontos, akkor ugye ezt eltüntetem, mindjárt megmutatom, hogy. De most innentől kezdve ugye meg tudjátok nézni, hogy bejegyzés szerkesztése, hogy mit csináltunk, és itt ki tudtok még tovább adni hozzá különböző dolgokat. De mondjuk most el akarom tüntetni ezt a csúnyaságot, ezt ki kell pipálni onnan, és akkor egy frissítést teszünk. És akkor mindjárt betölti. Ugye ez a videó arról szól, hogy hogy lehet videót beilleszteni, de lehet, hogy több mindent is mutatok majd rajta. Mint például most, hogy ugye eszembe jutott, hogy ezt jó, hogyha eltüntetjük. Na most bejegyzés megtekintése. Jó, betekeri mindjárt, és akkor ugye lehet látni, hogy ez a csúnya számsor eltűnt onnan, ez fontos, és itt nem van a videó, látjátok, gyönyörűen elindul. Úgyhogy ennyi a videó behelyezése ebben a videóban, és találkozunk a következő videóban.